Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. Két bejátszással készültünk mai adásunkban. Az első egy hamisítatlan komlószüret. Nézzük meg együtt. A 70-es években a gazdaság mindent megtett érte, hogy a saját sörgyáraink saját komlóból főzzenek. Úgy tűnt, a magyar komlójáról is híres lehet a jövőben. Azonban a termelési és feldolgozási költség magasabb volt, mint az az összeg, ami az értékesítésből befolyt. Emellett a privatizált sörgyárak kiló helyett alfasav mennyiség után fizettek, ami csak még drágábbá tette az értékesítést. Így gyakorlatilag a magyar komlótermesztés az ezred fordulóra teljesen eltűnt. Négy éve az uradalmi sörmanufaktúra gondolt egyet, és Válon egy friss komlós sör elkészítésének erejéig próbára tette a magyar földet. 2016-ban 70 tövet ültettek el. Tulajdonképpen az uradalmi sörmanufaktúrának a komlós kertje, a mintaültetvénye. Ezt azért hoztuk létre, egyrészt Magyarországon nem volt komlótermesztés manapság, régebben igen, de az újkori időkben a rendszerváltás óta megszűnt a komlótermesztés, és arra voltunk kíváncsiak, hogy a sörforradalom néven ismert fejlődés, tehát hogy mit tud produkálni a magyar komló, saját magunk által termesztett komló kisüzemi sörbe, mert a régiek általában a komlónak a keserű anyagtartalmát, az alfasavait keresték, mi viszont a bennük lévő illó olajat keressük. Nagyon nagy különbség van a kettő között, az egyik illatba jelent sokat, a régiek viszont a keserű anyagot keresték benne. Annál értékesebbnek tartották a komlót, minél magasabb volt az érték, az alfasav. Vig Dávid az egykori Dréher birtok területén vezeti körbe stábunkat, hogy megmutassa azt a 70 komló tövet, ami az uradalom egy kis szegletén nőtt ki. Uradalmi sörmanufaktúra egy gerilla sörfőzde, egy vándorsörfőzde. Saját sörüzemünk nincsen, hanem a meglévő sörfőzének a kapacitását használjuk ki és vásároljuk meg. Különböző helyszíneken főzzük le a sörünket, általában Budapesten, budapesti sörfőzdékben. Általában amerikai stílusú söröket főzünk, ilyen a American Pale Ale, a közkedvelt IPA, illetve a egyre jobban divatba kerülő New England IPA, általában ez a három sör, ami az alapszortimenthez hozzátartozik, de főzünk fekete sört, oatmeal stoutot, úgyhogy különböző sörök vannak benne a repertoárban egész évben. A komló sok törődést igényel, de hála az egész éves odafigyelésnek és az új öntöző rendszernek, amit idén tavasszal üzemeltek be, nagyon bő és érett termést adott az uradalmi kert. Vig Dávid azt is bemutatta, miről ismerünk meg egy érett komlótobozt. Egyrészt akkor, amikor a levél végei a komló toboznak bebarnulnak. A másik, ahonnan meg tudunk különböztetni egy érett komló tobozt, hogyha megnyomjuk, egy kicsit ilyen csörgős, zörgős, papíros csörgős hangja van. A harmadik pedig az, hogyha szétnyitjuk, akkor látjuk, hogy a benne lévő lupulin, egyébként ezt a sárga anyagot keressük a komló tobozban, már egy citrom sárgából egy kicsit narancssárgába hajlik, és ha megszagoljuk, akkor az illata is olyan, mint egy jó meghidegkomlózott sör. A komló tehát már megérett és készen áll rá, hogy a szüreti sör alapját képezze. De vajon miben különbözik a szüreti sör a szokványos söröktől? Tehát ugye itt a legnagyobb különbség valóban ez, hogy a komlót, a leszedett komlót nem szárítjuk meg, hanem frissen, szárítás nélkül zöld állapotába adjuk hozzá a sörléhez. Alapvetően a technológia ugyanaz, tehát ugyanolyan sör alapot, sör levet főzünk, mint egy évben bármikor máskor, nyilván egy megfelelő megadott recept alapján, egy kitalált, közösen kitalált recept alapján. Itt tényleg a különbség csak abban van, hogy nem komlópeletet használunk, hanem ezt a zöld friss komlót használjuk, amitől egyébként maga a sörlés sokkal frissebb lesz, és teljesen más ízjegyek jelennek meg, én úgy gondolom benne, mint egy komlópellettel főzött sör esetében. Kicsit gyümölcsösebb, és kicsit a frissessége és egy kicsit zöldes ízjegyek is megjelennek benne, mint hogyha pellettel főznénk. A szüreti sörnek tőlünk északabbra és nyugatabbra fekvő országokban nagy hagyománya van. Rendszeresen ünnepét rendeznek a komlószüret köré, ami legalább akkora volumenű, mint hazánkban a szőlőszüreti ünnepélyek. Bár itthon még csak ébredezik ez a hagyomány, a magyar kézműves sörök népszerűségének növekedését látva elképzelhető, hogy a nem is olyan távoli jövőben nagyobb eseményé nőheti ki magát ez a nemes tradíció. Voltak, akik végig kísérték a komló útját, és teljes apparátussal vettek részt a szüreten. Tulajdonképpen az egész stáb itt van egy fő kivételével, úgyhogy 13-an vagyunk most, vagy 14-en a szüreten.
És hát Dávidékkal elég régóta dolgozunk közösen. Mi 5 éve kezdtük már el a sörfőzést, és azóta folyamatos a kapcsolat Dávidékkal. Csinálunk közös söröket velük, meg közös rendezvényeket. Mi nagyon szeretünk együtt dolgozni. Ezeknek a söröknek, ami ilyen extra, meg közös sör, azoknak szoktunk közös sörbemutatót szervezni. De hát ez a program is a szüreti program, ez is egy olyan közös program, ahova elhívjuk a kollégákat, barátokat, üzleti partnereinket, és akkor csapunk egy ilyen felhőtlen szüretet. Jó hangulatban telik a komló szortírozása. 300 ember serénykedett egész nap a friss komló betakarításán. A sörkedvelő csapat közös receptúrával készíti el a szüreti sört. Kíváncsiak voltunk, mennyit árulhatnak el a receptből. Alapvetően semmilyen titok nincs benne, egy teljesen árpamalátából készült, árpamaláta adja a gerincét, egy kis buzamaláta is van benne, a testesség véget. Nincs magában a receptben semmilyen különleges, egy átlag American Pale Ale recept, én úgy gondolom. A különlegességét tényleg nem a felhasznált maláta kombináció adja, hanem maga az, hogy friss komló kerül bele a sörlébe. Úgyhogy maga a receptben nincsen semmilyen titok, teljesen átlag receptet használunk ehhez a sörhöz. A frissesség pedig múló dolog, így van ez a komló tekintetében is. Most leszedjük, akkor van egy ilyen szecskázógép, azzal fölaprítjuk, és holnap egyből már reggel, korán reggel megyünk a főzdébe, és elkezdjük ezzel a komlóval a sörfőzést, és ez a forralásnál fog elsősorban belekerülni a sörbe, és ott több pontján a forralásnak, és majd a végén, az erjedés után is rakunk bele komlót, hogy még illatosabb legyen a késztermék. Hát ez sokkal frissebb, sokkal zamatosabb. Szárított komlót tudunk használni egész évben. Arra, hogy friss komlóval főzünk, arra egy évben egyszer van alkalom, és ez mindig egy ilyen tényleg ilyen nagyon illatos, nagyon ropogós, nagyon finom dolog tud lenni. És hogy első ránézésre egy ilyen rövid sorból mégis mennyi sör készül? 70 tő van, 70 tövet plántáltunk. Alapvetően ez a mennyiség, amit erről szedni tudunk, ez elég lenne akár 4000 liter sörre is, de mi egy olyan sör stílust választottunk, amiből most valószínűleg 1000-1500 litert fogunk idén készíteni, viszont sokkal koncentráltabban, sokkal több komlót fogunk beletenni, emiatt a komlónak a gyümölcsössége, a komlónak az illatanyaga sokkal koncentráltabban benne van. De önmagában erről az ültetvényről akár 4000 liter sört is tudnánk készíteni, ha úgy döntenénk, most a döntés más. Most mi az illóolajokra vagyunk kíváncsiak, tehát arra vagyunk kíváncsiak, hogy az itt termett komlóból hogy tudjuk kinyerni azokat az illatokat, amik az új hullámos sörfőzést jellemzik. Háromféle alaptípus van, mind a három amerikai típus, ezek a Centennial, a Cascade és a Chinook, ez a három, de van bácskaink is, ami egy régi magyar fajta komló, úgyhogy ezzel is rendelkezünk, ez a három, illetve keserítésre használjuk a Magnumot és a Northern Brewert, tehát ezek a keserű komló változatok. A friss komlós sör legnagyobb előnye a frissesség mellett, hogy a komló szárítást nem igényel, így az érést követő pár nap múlva már a pohárban habozhat a késztermék. A gerilla sörfőzde mestere viszont ezt a sört semmiképpen sem ajánlaná karácsonyi ajándéknak. Ezek mindig frissen jók, tehát ezt én úgy gondolom, hogy egy fél éven belül érdemes elfogyasztani. Ennek a frissessége, ropogósága, főzést követő fél éven belül, de azt mondanám inkább, hogy ez az a sörtípus, amit nem érdemes elfektetni és tárolni hagyni, mint a borokat, hanem ez minél frissebben, annál jobb, akár 1-2 hónapon belül érdemes ezeket a szüreti söröket meginni. A komló immáron készen áll, hogy a következő reggel fecskázás után a főző tartályba kerüljön. Bár most közel 40 embert láttunk a váli szüreten, de három másik sörfőzéről tudunk, akik idén szintén piacra dobnak szüreti söröket, ami arra enged következtetni, máshol is ébredezik ez a hagyomány. Most komló szüret után pedig látogassunk el Debrecenbe, hiszen az Alföldi Tej Kft. Átadta 15 milliárd forintos költséggel megépült új sajtüzemét. Átadták az Alföldi Tej Kft. Összességében 15 milliárd forintos költségvetésből megvalósult saj- és porító üzemét Debrecenben. Az évi 8000 tonna kapacitású sajtgyár a teljes magyar sajtimport hetedét képes kiváltani. A porítóban évente mintegy 6500 tonnányi porterméket készítenek elő édessavóból. Tisztelettel köszöntöm Önöket az Alföldi Tej Kft. Új debreceni sajt- és porító üzemének ünnepélyes átadóján. Cégünk ma 16 éves történetének egyik
legfontosabb mérföldkövéhez érkezett. 16 évvel ezelőtt ugyanis néhány debreceni tejtermelő gondolt egy nagyot, és megalkotta az Alföldi Tej Kft-t. Magyarország egyetlen, ma is kizárólag termelői tulajdonában álló tejipari vállalatát azzal a szándékkal, hogy kiváló minőségű magyar terméket dolgozzunk fel, készítsünk bele tejet, tejföld, túrót, és most már hamarosan sajtot is. Ehhez az elvhez hűek maradtunk, és büszkék vagyunk rá, hogy márkáinkkal, termékeinkkel a hazai fogyasztókhoz is eljutunk. A cégünknél mindig keressük, hogyan tudunk a vásárlók számára még több egészséges magyar tejterméket kínálni. Egyetlen a termék hiányzott a portfóliónkból, ez a sajt. 5 évvel álmodtunk egy merészet, és úgy döntöttünk, hogy belevágunk. Magyarország egyetlen és Közép-Európa egyik legnagyobb sajtüzemét építjük meg itt, Debrecenben. Polgármester úr, nem csupán a debreceni gazdák hűek a városhoz, hanem az alföldi te is. A sajtgyártásunknak köszönhetően ma már nem csupán Székesfehérváron rendelkezünk jelentős gyártókapacitással, hanem itt Debrecenben is. Az ország két kiemelt városában, a Tiszántúlon és a Dunántúlon is jelentős foglalkoztatók vagyunk. Új sajtgyártásunk napi 250 ezer liter tejfeldolgozására alkalmas, teljesen automatizált gyártósorunkon, évente akár 8 ezer tonna trapista sajtot tudunk majd elállítani. Hogy miért pont trapista sajtot? Hát azért, mert a legkedveltebb, legismertebb és a legkeresettebb sajttípus hazánkban. Közel egy éven át terveztük a próbagyártásokat, kóstoltatásokat, ahhoz, hogy optimalizált gyártás mellett a legjobb receptúrát, a legfinomabb trapista sajtot tudjuk előállítani. Nem elsősorban a mennyiségre, hanem a minőségre törekszünk. És így itt egy a legfinomabb trapista sajtot fogjuk tudni előállítani, amelyet 21 napig érlelünk, és a legmodernebb technológia áll rendelkezésre. Másrészt azért gyártunk sajtot, mert Magyarországon, bár a tendencia növekvő, a termékfogyasztás továbbra is alacsony. Egy minőségi termékkel hozzájárulunk a tejtermékfogyasztás növeléséhez. Harmadrészt azért döntöttünk a sajtgyártás mellett, mert az országnak kiválóak az adottságai, és évente szeretnénk a 60 ezer tonna import sajt legalább egy hetedét kiváló minőségű magyar sajttal kiváltani. Államtitkár úr, tisztelt hölgyeim és uraim, büszkén mondhatom, hogy az Alföldi Tej új sajtüzeme önmagában a teljes magyar import hetedét ki tudja váltani. Van hová fejlődnünk. Ezzel párhuzamosan a jövőben a tapista mellett gauda sajtot is kívánunk gyártani, mivel a külföldi piacokat meg fogjuk célozni. Örömmel jelentem, hogy már is komoly érdeklődők vannak távol-keletről, és ezzel elő tudjuk majd segíteni a kormányzat távol-keleti munkáját is. Hisszük, hogy a jövő mind itthon, mind külföldön a minőségi termékeké. Az általunk gyártott magyar trapista sajt pedig maradéktalanul megfelel ezeknek az elvárásoknak. De van itt még valami. Elkészült egy 10 méter magas, 4500 négyzetméteres alapterületű épület, az új porító üzemünk. Itt a sajt gyártás melléktermékeként a keletkező édessavot fogjuk porítani, és ezt a terméket egy magas hozzáadott értékű késztermékként próbáljuk majd értékesíteni olyan országokba, ahol ezek a termékek kiválóak lesznek csecsemőtápszerhez, vagy gyógyszergyártás alapanyagához. A portermékekkel kizárólag külföldi piacokat célozzunk meg. Sajtot az emberiség már évek óta gyártott, a portermékeket csak néhány évtizede. Egy rendkívül dinamikusan fejlődő iparágról van szó, amely számos kutatási területhez kapcsolódik. Sajtgyártásunkkal elsősorban a magyar fogyasztói igényeket fogjuk kielégíteni, de a portermékekkel a világ high-tech iparágába fogunk bekapcsolódni. A teljes beruházás során nagyon fontos szempont volt a munkahelyteremtés, ugyanis akkor a magasfokú automatizálás is. A jövőben a versenyképességet alapvetően fogja meghatározni az automatizálás, a robotizálási folyamatok. Sajtözemünkben 8 fős személyzet 20 óra alatt 25 tonna sajtot lesz képes gyártani.
A beruházás során jelentősen bővítettük tárolókapacitásunkat, itt a debreceni üzemben akár már napi 750 ezer liter tej átvételére van lehetőségünk, amelyet a közép-kelet-európai régióban található tejtermeléktől veszünk át. Ezúton szeretném megköszönni a magyar kormánynak, a HIPÁ-nak, Debrecen városának, a projektet finanszírozó pénzügyi konzorciumnak a cégünk bevetett hitet, illetve a kivitelezőknek, a tulajdonosoknak, és nem utolsó sorban a munkatársainak az elmúlt évek áldozatos munkáját. Remélem, hogy a két új technológiánk beindításával a jövőben majd hozzájárulunk a magyar élelmiszeripar fejlődéséhez, valamint a hazai agrárium és a tejipar sikeres jövőihez. Székesfehérvár mellett már Debrecenben is jelentős gyártókapacitást alakított ki az Alföldi Tej Kft. A cég 4 évvel ezelőtt vásárolt Hajdubihar megye székhelyén egy tejgyárat, az itt meglevő üzem alapjain egy automatizált sajgyárat épített fel, míg a sajgyár mellett a sajgyártás melléktermékeként keletkező édes savot feldolgozó porító üzemet alakított ki. A sajtjában először trapista sajt készül, amit a vállalat magyar márkája alatt vezet be a magyar kis, illetve nagy kereskedelembe. Az automatizált gyártósoron 8 főnyi személyzet napi 250 ezer liter tej feldolgozásával 25 tonna sajtot képes előállítani naponta. Tradicionális debreceni iparágról beszélünk, amely a Debrecen környéki mezőgazdasági állattenyésztési adottságokra építve sok-sok évtizeden keresztül biztosította a kitűnő minőségű magyar tej feldolgozását, és amelyről tudjuk, hogy úgy 2012 környékén veszélybe került. A kiemelkedő teljesítmény nyújtott itt a régióban. Néhány adatot, ha mondhatok erről, az árbevétel 14 és 18 között az ágazatban 30%-kal nőtt, a foglalkoztatottak száma az élelmiszeriparban 25%-os növekedést mutat, és a hozzáadott érték, amely ennél a beruházásnál kifejezetten fontos, látványos változást mutat, itt 35%-kal nőtt a hozzáadott érték nagysága, jelentősége az ágazatban. Megállapítható, hogy ennek a folyamatnak oka egyrészt az oktatás minőségi javulása, a kormányzat átgondolt gazdaságfejlesztési stratégiája, másrészt pedig az alkalmazott technológia. Debrecen, az oktatás egyik magyar központja, fellegvára kifejezetten jó hátteret ad közép- és felsőfokon a Debrecen Egyetem, a debreceni szakképzés, az ágazat oktatási folyamatainak támogatása tekintetében. A növekedés másik oka az alkalmazott technológia fejlődése. Ezekben a hagyományos ágazatokban egyre magasabb arányú a világszínvonalú technológia alkalmazása, és erre kifejezetten jó példa az Alföldi Tej Kft. Sajtgyártó és porító üzeme. Ugye a sajtgyártó részleg próbaüzeme egy hasonló ünnepi alkalom keretében már májusban megtörtént, és azóta ez lezárult, ma már a tervezett kapacitással működik, már reméljük, hogy a következő időszakban tovább erősödik majd pozíciója, mind itthon, mind külföldön. És közben elkészült a porítóüzem is, és így vált teljessé egy 15 milliárd forintos beruházás, amely közel 200 új munkahelyet hozott létre. Csak összehasonlításképpen mondom, számos alkalommal jelentettünk be beruházásokat. Ez a beruházás, amely magyar szellemi háttérrel, magyar gazdák, magyar üzletemberek, az Alföldi Tej Kft. Mögött álló gazdasági szereplők együttműködésében valósult meg, eléri azt a beruházást, amelyet néhány héttel ezelőtt a Krones gyárának átadása során láthattunk. A porító üzemben a sajtgyártás során keletkező édessavot hasznosítják, és akár évente 6500 tonna terméket is elő tudnak itt állítani. Az Alföldi Tej a világ high-tech, ahogy igazgatóasszony mondta, élelmiszeriparának készíti a jövőben az alapanyagot. Fontos kiemelni, hogy a cég új debreceni üzemének működése során nem keletkezik hulladék, hiszen a sajtgyártásból keletkező melléktermék minden részében feldolgozásra kerül. A debreceni tejipar ezzel a technológiai fejlesztéssel, én úgy gondolom, hogy felzárkózik a világ élvonalához. Előnye nem csak a magas technológiai színvonalban van, hanem abban is, hogy képes a porító technológiának köszönhetően mérsékelni a tej árának és a tej iránti keresletnek a változásában rejlő kockázatokat. Ez pedig nagy biztonságot jelent a magyar termelők számára is. Az új tejipari fejlesztés átadása
nagy siker Debrecen számára, hiszen egy tradicionális iparág újra növekedési pályára állt, melynek köszönhetően közvetlenül és közvetve munkahelyek százai jönnek létre, illetve válnak kiszámíthatóvá és biztonságosabbá. Debrecen városa az iparág megmaradását és fejlődését, ezáltal új munkahelyek létrejöttét 120 millió forinttal támogatta a beruházás kapcsán. Köszönöm az Alföldi Tej Kft. Tulajdonosainak, döntéshozóinak, és köszönöm miniszterhelyettes úron keresztül a magyar kormánynak azt az együttműködést, amely egy tradicionális debreceni kelet-magyarországi ágazat megmentésében jeleskedett, és egy új növekedési pályára állította ezt az ágazatot. Köszönöm a támogatást, és nagyon sok sikert kívánok a cég vezetőinek, munkatársainak és valamennyi dolgozójának. Fejlődjenek sokáig. Az üzemben elsősorban a Debrecen környéki tejtermelőktől érkező friss tejet dolgozzák majd fel. Az évi közel 8000 tonnyányi kapacitású sajtgyár, amint egy 60 ezer tonnányi magyar sajtimport hetedét lesz képes kiváltani. Az Alföldi Tej tervei szerint a későbbiekben a sajtot is gyárt majd Debrecenben, amelyet többek között a Távol-Keletre exportálna. A cég japán kereskedelmi partnerekkel is előre haladott tárgyalásokat folytat a termékek értékesítéséről. Majdnem azt mondhatjuk, hogy majdnem minden napra jut egy ilyen, ami szerintem nem csak Magyarországon számít egyedülállónak, de talán európai léptékben is. Debrecen az a város, amelyik a leglátványosabban fejlődik nagyvárosok tekintetében. Ehhez szeretnék minden egybegyűjtnek gratulálni, hiszen önöknek, debrecenieknek ez egy közös, hatalmas sikertörténete. Debrecen nem túlzás azt mondani, hogy történelmének egyik, hanem a legszebb fejezetét írja éppen, és nem túlzás az sem, hogy, mint az imént mondtam, hogy ez egy egyedülálló történet. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, hangsúlyozni kell azt, hogy számos olyan befektető jelent meg ebben a térségben, amelyik hozzájárul ennek a sikertörténetnek a megírásához, viszont szeretném hangsúlyozni, hogy nem csak azok írják ezt a sikertörténetet, akik külföldről érkeznek, akik az autóiparban tevékenykednek, akik látványos technológiai forradalomnak a részesei, hanem legalább annyira azok írják, akik itt voltak mindig is, hiszen tejtermelés Debrecenben, amióta a világ létezett, és fantasztikus azt látni, hogy egy ilyen iparágat, amelyik valóban a megszűnés szélén volt, és könnyen elsüllyedhetett volna az egyéb magyar élelmiszer ipari ágazatokkal a rendszerváltás után, megmentették azok a debreceni és hajdúsági gazdák, akik az összefogásban látták a kitörésnek a lehetőségét. És ez is egy egyedülálló történet, ez is egy egyedülálló debreceni és Hajdú-Bihar megyei sikertörténet, mert ha megvizsgálják azt, hogy hány ilyen összefogás maradt talpon, és tudott sikeres lenni hosszú távon az országon az elmúlt 30 évben, akkor ez a szám, ez bizony erősen a nullához konvergál, és egyértelműen az Alföldi az a példa, amelyik ennek ellent mond, és az, aki egy 15 milliárdos beruházást meg tud valósítani, az büszke lehet magára, és büszke lehet arra, hogy emberileg össze tudta tartani ezt az összefogást, és végig tudta csinálni ezt a nagyon nehéz utat. Ehhez szeretnék gratulálni. Önök mentették meg a magyar tejipar becsületét, ami nem sikerült a cukoriparral, ami nem sikerült a konzerviparral, és sorolhatnám még hosszan, az sikerült önök által a magyar tejiparnak, és ezért az egész ország hálás lehet önöknek. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, néhány szám arról, hogy mi történik itt velünk Debrecenben, vagy önökkel itt Debrecenben, mert a napi munka az sokszor elfedi azt a képességünket, hogy távolról tudjuk szemlélni az eseményeket, és felfogjuk, hogy mi történik velünk. Ha valaki 30 évvel ezelőtt ránézett erre a városra, vagy akár csak 10 évvel ezelőtt, és ránéz ma, akkor láthatja ezt a fejlődést, de talán még nagyobb lesz ez a különbség, hogyha 10 év múlva néz valaki vissza a jelen pillanatra, hiszen szinte, hogy felfoghatatlan mértékű a fejlődés gazdasági értelemben, amin Debrecen éppen átmegy. Csak az elmúlt 5 évben közel 2 milliárd eurónyi fejlesztés, beruházás érkezett ebbe a városba a befektetési ügynökségen keresztül, ezáltal 8000 új munkahely létesül. Ebben benne van a BMW, ebben benne van az Alföldi Tej, és benne van sok-sok más beruházás, és tovább tárgyalunk több tucat hasonló léptékű
beruházásról, tehát hogyha ezeknek akár csak egy része megvalósul, akkor 10 év múlva itt egy egészen más világ lesz, mint amit ma ismerünk. És ennek a világnak még egyszer legalább annyira részese az alföldi tej sikertörténete, mint bármelyik nagy külföldi cégé. Sőt, talán szívünkhöz még közelebb is áll az alföldi, hiszen egy magyar cégről van szó, magyar termelői tulajdonban álló cégről van szó, amelyik büszke lehet az eddigi teljesítményére, és büszke lehet különösen erre a beruházásra, hiszen ez nem csak, hogy a külföldiek, nem csak, hogy magyar léptékben számít nagy beruházásnak, hanem a külföldi befektetők is a legritkább esetben ölnek ennyit a magyar agráriumban, élelmiszeriparban egy-egy beruházás keretében. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, van egy felmérésünk, ami azt mutatja, hogy a debreceni befektetők 90%-a elégedett a körülményekkel, és közel 90%-a újabb befektetéseket tervez. Ez részben fedi csak az imént említett számokat, amiket a jövő vonatkozásában mondtam. Úgyhogy ez a fejlődés, amin éppen most megy át ez a régió, ez még nagyobb lehet, mint amit gondolnánk, vagy amiről most még tudomásunk van. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, az infrastruktúrája is hallatlan ütemben fejlődik ennek a régiónak. Ezt önöknek nem kell bemutatni, épül az M4-es autópálya, épül a romániai határcsatlakozás, új vasút korszerűsítési munkálatok zajlanak, és hamarosan a debreceni repülőtér is egy egészen más körben tudja majd kiszolgálni az utasokat határon innen és túlról, mint ahogy ennek ma ismerjük ezt a repülőteret, és ebben természetesen a város és az itt élők számíthatnak a kormányzat segítségére. Még egyszer szeretném megköszönni az Alföldinek ezt a bátor vállalását. A kormányzat amilyen mértékben tudta, támogatta ezt a projektet, de a munka nagy része talán most következik, mert ezeket a remek termékeket el kell majd adni. Ebben is számíthatnak a kormányzat segítségére, és minden további Debrecent vagy más várost érintő terveik megvalósításában is. És talán azzal a képpel hadd fejezzem be a rövid hozzászólásomat, hogy ha arra gondolunk, hogy tejipar, tejágazat, akkor ma már ez nem azt jelenti, hogy ül valaki egy sámlin az istállóban és feji a tehenet, hanem az Alföldire gondolhatunk, amelyik a világ legfejlettebb iparágában, egyik legfejlettebb iparágában, a gyógyszeriparban lesz most már egy fontos szereplő, és olyan termékeket fog előállítani, amelyekből aztán laboratóriumi körülmények között tényleg a világ csúcs technológiájával fognak előállítani különböző gyógyszertermékeket. Tehát ez tudja az Alföldi, ezt tudja Debrecen, ezt tudja ma Magyarország, ezt tudja az 1000 éves magyar mezőgazdaság. Van mire büszkének lennünk. Az üzemépítés során a vállalat növelte nyers tej és pasztőrözött tejtárolási kapacitásait is. A debreceni üzemben akár napi 750 000 liter tej átvétele is lehetséges. Az összességében 15 milliárd forintot elérő költségvetésből megvalósult beruházást a vállalat önerőből, állami támogatásból és banki hitelből finanszírozta, és 181 új munkahelyet hozott létre. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!